Március 15-e az 1848-as, 1849-es forradalom emlékünnepe, a magyar nemzet legszebb ünnepe. Március 15-én 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a nemzeti dalt. 1848. március 15-én hirdették ki a polgári sajtószabadságot. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Máramaros megye összes magyar lakta településein élő magyar közösségek Nagybányán, Máramaros szigeten, Felsőbányán, Hosszúmezőtiszán, Kolton, Szamosaldon, Monon, Szinérváraján, Felsővíson méltó módon ünnepeltek. Nem hiszem, tudom, hogy ezen a napon minden magyarul érző ember a maga módján, aktívan vagy jelképesen ünnepelt, megemlékezett. Sokan részt vettek az ez alkalomra megszervezett rendezvényeken, koszorúzásokon, megemlékezésen, a templomban, vagy elzarándokolt az emlékhelyekre, kiki kokárdát készített, a nemzet színeiben különböző emléktárgyakat, vagy a nemzet színeibe öltözött, elszavalt, meghallgatott egy verset, egy a naphoz kötődő dalt, a közösségi oldalakon minden magyar megosztott valamit, egy jelképes képet, egy gondolatot. A március 13-a és 15-i közötti napokra, rendezvényekre visszatekintve, jó volt magyarnak lenni itt Máramaros megyében, jó volt együtt lenni, együtt ünnepelni, jó volt érezni, hogy összetartozunk, hogy még vagyunk, hogy van múltunk, jelenünk, a jövőnk pedig rajtunk múlik. Szerencsés és jól időzített közös ünneplésre került sor március 14-én este Felsőbányán. A helyi RMDS erre az alkalomra időzítette a már negyed század a hagyományos 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére összeállított ünnepi műsorát, valamint a szervezet fennállását ünneplő 25. évfordulót. Rendkívül színvonalas ifjúsági műsor szólt a magyar lélek újjászületésének felelevenítéséről. A helyben magyar diákok színpadi fellépése történelmi mozzanatokat, Kossuth nótákat, szavallatokat mutatott be a több mint 150 fős jelenlevőnek, melyeket Hitter Anna Mária tanfelügyelő, önkormányzati képviselő, Szakás Levente RMDS elnök szónoklatai mellett Lendecki Dezső visszapillantó összefoglalója színesített. Mit üzen nekünk március 15-e emléke? Az együvé tartozásra, a számunkra oly fontos történelmi és kulturális hagyományokra, az anyanyelv megtartó erejére, nemzeti önazonosságunk megőrzésére hívja fel figyelmünket. A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje mindenkié, de a változás csak összefogással és együttes akarattal lehetséges. A mai nap kettős ünnep számunkra. Emlékezünk a 48-as eseményekre, ünnepeljük nemzeti ünnepünket és az RMDS 25 éves fennállását. Ünnepelünk együtt, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, mert itt mindenki megtalálja a helyét, itt minden magyar számít. Az egybegyűltek emlékező méltatásai a 167 év előtti eseményekről szóltak, a legutóbbi 25 év emlékeit felelevenítők pedig kiemelték több esetben is a méltó elismerést Kárpát-medencei jelenlétünk szövevényes tekervényeiről, ismerve a magyarság kulturális erejét és nagyságát, amit saját kincsként illik és fontos megtartanunk. A helyi politikai társadalmi kulturális helytállás fontosságát hangoztatták a felszólalók, és érthetővé tették kívánságukat, amiért elvárják a tiszteletet embertársainktól. Rövid beszédet mondott Szakás Levente RMDS elnök, dr. Bonis István parlamenti képviselő, Páskanorin polgármester, Hitter Ferenc, Vernóci Erzsébet, Vida Noémi területi RMDS elnök. 1848. februárjában Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom.
Kicsivel később Bécsben is kigyulladt a forradalom lánca. Követi Berlin és Délvidék. Egész Európa forrong, de mit teszek közben a magyar nemzet? Harcba indul! Felmétézek a csatára, teherviselés, képviselés, egyenlőség alapján.
fuvéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszékek. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vidéken tőlünk. A politikai státuszfogyok szabadon bocsájtassák. Unió, vagyis Erdély Magyarország való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra gyűlést hirdetünk a múzeum terére. Intézkedjünk, hogy minél többen gyűjjünk össze. Kis emberekben rejlik a nagy erőt. A szabadon eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. A legenda szerint itt mondta el Petőfi a nemzeti dalt. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Választhatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehol nagy bitangember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a lásznál akar, jobban ékesíti akar, de mi még is láncot hordunk, ide veled régi kapunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink lebonulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Estére már legalább 20 000 ember van zajongva, hogy nem is a tánc csaltere. Tud Lajos, azt tizente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, másfél órás műsor keretében rövid és méltó megemlékezéssel felelevenítették a múltat és a jövőbeni elvárásokat, hogy Felsőbányának lakossága féltve őrzi hagyományait, melyekre büszkén utalnak mindannyiszor. Ahányszor erre alkalom nyílik, és szeretnék, ha ez a következő nemzedékek feladataként maradna. Hosszú mezőn pénteken és vasárnap ünnepi megemlékezés sorozatot szervezett a helyi Erdély Magyar Néppárt, a Búzavirág Népdalcsoport, a helyi RMDS, a Cserkés csapat, a helyi iskola diákjai, valamint a vallási felekezetek képviselői. Koszorút helyeztek a katolikus templom emlékoszlopánál. A cserkészek óriás kokárdákat készítettek, verseket szavaltak, nemzeti dalokkal emlékeztek az 1848-as forradalomra. Március 13-án pénteken a helyi Erdély Magyar Néppárt és a Búzavirág Népdalcsoport, valamint az alkalomra érkezett vendégek, Takács Péter, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának konzulja, Mátis Jenő, az Erdély Magyar Néppárt alelnöke, Szaniszló József, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács máramaros elnöke, a katolikus templom kertben elhelyezett emlékoszlopnál tisztelegtek és koszorúztak. Az 1848-as szabadságharcot ünnepeljük ma itt hosszú mezőn. Mi a jelenkori magyarok egy olyan szellemi örökséget örököltünk, amelyre sok más nemzet is büszkék lehet. Olyan büszkék lehetnek, mint amilyenek mi is vagyunk. És reméljük, hogy ezt a szellemi örökséget tovább tudjuk vinni, és majd kellőképpen tovább adni a következő nemzedékeknek. Éppen
éppen ezért most megkérnék mindenkit, hogy közösen mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tűzőt. Pénteken a megemlékezés sorozat a Hosszúmezői Kultúrotthonban folytatódott, ahol beszédet mondtak a meghívottak. Takács Péter, kolozsvári konzul, elszavalta Petőfi Sándor Lenkei Százada című versét. Fellépett a Buzavirág népdalcsoport és a kolozsvári Operettissimo. Hogy mindig elsiratjuk nagy hőseinket, áldozatainkat, vértanúinkat, megemlékezünk gyönyörű csatákról, híres emberekről, önfeláldozó fiairól ennek a népnek, mindezeknek az áldozatoknak csak akkor volt értelme, hogyha ma mi, az itt élők élettel tudjuk megtölteni ezt a földet, ezt a vidéket, azt a helyet megszenteljük életünkkel, ahol élünk, ahol tesszük a dolgunkat, amit szülőföldnek, hazának hívunk. Ez, amit a birodalom szempontjából dezertálásnak minősítettek, azonban magyar szempontból nézve ez a legnagyobb hőstep volt. És ezt nem csak az utókor gondolta így, hiszen Kossuth Lajos Lenkei kapitányt Honvédjáról nevezte ki, aki ezután ugyanolyan vitézű harcolt katonáival a magyar szabadság több harcszintelén. Én azt kívánom magunknak, hogy minket is az összefogás vezérelje, és az örök tábornok kivont kardjával védelmezzen és vezérelje minket egy dicső és boldog magyar jövő felé. Piros szív, fehér hó, zöld levél.
és amelyen az 1848-as forradalom hőseire emlékeztünk, hogy verseink és énekeink kapcsolódjanak a mai eseményhez. Cigányok, a minden, a minden, nyisd rád az ölel, de mit a
Március 15-én vasárnap a helyi RMDSZ, a helyi iskola diákjai, a Bocskai Sándor cserkész csapat az istentisztelet után ünnepi műsorral, versekkel és dalokkal elevenítették fel az 1848-as forradalmat. Az egybegyűltek a katolikus templom kertben felállított emlékoszlopnál koszorúztak és tisztelegtek. A cserkészek óriás kokárdát helyeztek el.